Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast hallgatóit, én Tímár Kriszta vagyok, beszélgetőtársam pedig Lakatos Levente író. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szép napot mindenkinek, szia! Köszönöm a meghívást. Remélem nem zavarja a hallgatókat, hogy tegeződünk, de hát ez a korodból adódó, és azt gondolom, hogy így normális, meg szerintem te tegeződni is szoktál nagyjából. Hát általában igen, általában a hivatalokban nem. egy kormányablakban, sziasztok, megjött! Azért ez nem szokott így megtörténni, de általában igen, tegeződő viszonyban vagyok az emberekkel. Vagy az aktualitása, amiért most itt vagy, hát persze azért is, mert hogy jöttél velünk beszélgetni, de azért is, mert most délután lesz egy dedikálásod, az új könyvedet most mutatod be a szegedieknek. Nagy siker, én azt látom, tehát gyakorlatilag alig 2 hete jelent meg, és már is az eladási listák élén van, de tulajdonképpen ezt is vártad, nem? Hát reménykedtem benne, mert azért ez egy kockázatos könyv több szempontból is. Az egyik szempont az az, hogy a saját kiadásomban jelenik meg. Tehát, hogy én alapítottam egy saját kiadót, ez az első kötet, amit a Dopamin kiadó gondoz. Úgyhogy fontos, hogy jól szerepeljen, és ne legyen belőle kudarc, a könyvből, tehát hogy ilyen szempontból is reménykedtem abban, hogy jó helyen fog nyitni, meg hát alapvetően nekem 2 éve nem volt regényem, mert a tavalyi évem az a nyáron egy kis depresszióval elúszott írás szempontjából, de hát még másra fordítottam az energiát ősszel, tehát hogy akkor indult el a podcastem, ugye a legnagyobb videós megosztó portálon keresztül videós podcast formájában, tehát hogy nem tétlenkedtem, csak az írás egy kicsit háttérbe szorult. Említetted ezt a 2 éves kihagyást, mert gyakorlatilag 2 éve nem jelent meg könyved, miközben egyébként minden évben eddig adták ki regényeket 2013 óta, hogyha jól emlékszem, vagy hogy jól néztem utána. Ennyire mélyen voltál? Nagyon mélyen voltam, ért egy igazságtalanság, amit én annak éreztem abban a szituációban, de nem is ez okozta a depressziót, hanem inkább az, ami ezzel kapcsolatosan felszakadt bennem, több seb is felszakadt bennem. Az egyik az volt, hogy ami a kiváltó oka volt ennek a depressziónak, az összefüggött valamennyire az első saját kiadású könyvvel. Tehát, hogy én a kiadót azt tavaly indítottam volna az első könyvvel, de hogy elbizonytalanodtam abban, hogy van-e értelme, vagy jó-e az a koncepció, amit én kitaláltam saját magamnak, vagy pedig az szintén kudarc, és mindenképpen szükség van valakire, vagy valamilyen szervezetre, aki mögöttem áll, és a dolgaimat csinálja. Szóval volt egy kisebb önkeresési időszak, ez okozta ezt a depresszív szakaszt, és miután az bekövetkezett, én hoztam egy rossz döntést, mert azt kellett volna csinálnom, hogy menni kellett volna, élni kellett volna, edzeni kellett volna, barátokkal kellett volna időt tölteni. Én ehelyett a munkára próbáltam fókuszálni, és elkezdtem írni, hogy akkor a könyv az meg tudjon születni az év végére. De hogy maga az írás az nagyon befelé fordítja az embert, főleg a regényírás, hogyha karakterekkel dolgozom, akkor az ő fejükben benne vagyok, az ő lelkük, az én lelkem is összefonódunk, ameddig a munka folyamat tart, és nagyon mélyre küldött ez a komplex helyzet. De most, ha jól értem, akkor saját magadat húztad bele egy depresszióba, hogy kis hitű voltál, hogy menni fog ez? Nem csak kis hitűség volt ebben, hanem az is, hogy az én habitusom megfelel különböző követelményeknek, vagy nem. Vagy pedig én ezt most csak megképzelem magamnak, hogy képes vagyok bizonyos dolgokra. Arra is gondoltam, hogy az a fajta önállóság, amit én szeretnék élni, ahhoz mondjuk én nem vagyok elég, nem tudom, határozott, vagy eléggé karakán. Tehát csomó minden feljött. Tehát nem csak a kis hitűség, hanem önmagammal is el kellett számolnom különböző kérdésekben. És ez okozta a depressziót. Valójában volt egy kiváltó ok, és a kiváltó okot én nem jól kezeltem akkor. Ez volt egyébként az első időszak az életemben, amikor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy el kell mennem pszichológushoz. Végül nem mentem el, mert kikuráltam magamat belőle, de hogy ennyire mélyen nem voltam még soha korábban. És hogy rántottad ki magad belőle? A podcasttel. Tehát, hogy elkezdtem munkaterápiával feldolgozni a különböző, nem tudom, negatív gondolatokat, csak nem a regényírással, ami tényleg egy nagyon belemélyedős, csak én vagyok az adott szituációban, az írás közben,
nagyon lélekig ható munkafolyamat, ehelyett inkább olyat választottam, aminél másokkal kell kommunikálni, a videóssal kell kommunikálni, vendéget kell hívni, el kell menni oda, le kell forgatni, fel kell venni, meg kell utána vágni, tehát sokkal inkább tevékenyen zajló munka, mint az írás, ami ülünk, és a gondolatikban mélyedre lépelünk. Melyik inkább a te világod? De az van egyébként, hogy én nagyon sok skill-lel rendelkezem, mert ugye azzal együtt, hogy nekem saját kiadóm lett, jött egy meg kell tenni olyan könyvelési metódusokat. Mondjuk ezeket már korábban ismert nyilván az embernek a pénzszerzéshez, hogyha nem alkalmazásban van, akkor kell ugye ismernie valamennyire a számlázás menetét, a céges formákat, tehát hogy ezekkel meg kell ismerkednem, de hogy sokan azt gondolják, hogy az írónak a munkája véget ér, hogy akkor nagy lila ködben megszüli a könyvet és leadja a kiadónak. Tehát ez nincs így, ráadásul nálam sokszorosan nincs így, mert ugye én eléggé aktívan részt veszek a könyvnek a kommunikációjában, a marketing stratégiájában, a PR stratégiájában. Tehát, hogy nagyon sok szerteágazó helyen kell helyet állnom az életemben. Úgyhogy mind a kettőt nagyon szeretem. Az igaz, hogy a podcast készítés úgy, hogy azt ketten csináljuk, tehát hogy van egy operatőröm, meg vagyok én, nagyjából ez a is stábunk, tehát én is vágom meg a podcast epizódokat, a videót, mindent. Szóval ez eléggé sok energiát elvesz az írástól. Tehát, hogy meg kell találnom az egyensúlyt a kettő között, hogy egyik sem menjen a másiknak a rovására. Ehhez valószínűleg kell majd segítséget kérnem különböző más emberektől, akár szerkesztőtől, akár egy vágótól, ami szintén nehezemre esik, mert hogy én meg egy önálló típusú ember vagyok, tehát hogy én nagyon nehezen kérek segítséget, meg támogatást, inkább úgy vagyok vele, hogy én magam megoldom a különböző szituációkat az életemben. A kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy a befelé forduló, magányosan alkotó író áll közelebb a habitusodhoz, vagy a podcast műsorokat készítő és a nyilvánosság előtt szereplő? Értettem a kérdést. Csak pont azt mondom, hogy mind a kettő, tehát nem tudok választani a kettő közül, mind a kettőben benne vagyok én, úgy érzem. Tehát hiányozna mindegyik, hogyha nem lenne. Ugye te belekostottál pályád elején a modellkedésbe, kacérkodtál a színészettel is. Ez egyfajta útkeresés? Tehát gyakorlatilag már egy egész éles repertoárt tudhatsz magadnak, amit így kipróbáltál? Engem alapvetően a színészet érdekelt gyerekkoromban. A modellkedés az ezzel kapcsolatban jött képbe. Tehát, hogy én kövér kisgyerekként nőttem fel, Alcsódobozon, Fejér megyében, és ott nekem nem volt semmilyen tapasztalatom a szerepléssel kapcsolatban, csak volt egy belső inger, egy indítatás, hogy én szeretném magam kipróbálni a színpadon, szeretném magam színészként kipróbálni. Legnagyobb meglepetésemre fel is vettek a Vörös Márti Mihály Gimnázium drámatagozatára Budapesten, úgyhogy ott volt egyébként előkészítő, meg mindenféle különböző olyan óra, meg olyan foglalkozás, amivel a diákokat felkészítették a felvételére, meg magára az iskolára. Ezekről én nem is tudtam, de nem is tudtam volna járni, hiszen én vidéken laktam akkor, amikor a felvételi előkészítő időszak az zajlott. Szóval én úgy csöppentem bele magába a színház világába, meg a színész képzés világába, hogy nekem nem volt semmilyen szereplési tapasztalatom azon kívül, hogy néha az általános iskolában szavaló versenyeken, meg felolvasó versenyeken elindultam, és ott kisebb-nagyobb sikerrel végeztem. A modellkedés az valójában egy tapasztalatszerzésként jött, pontosan ezért, hogy ezeket a hiányosságaimat betömítsem a modellkedéssel, kamera előtt hogyan mozog az ember, hogyan kell a kamera előtt viselkedni, egyébként az olyan emberekkel viselkedni, akik ezeket a tartalmakat készítik, akár legyen szó fotózásról, vagy reklámfilmről, vagy bármiféle olyanról, ahol az embernek az arcát használják. Csak aztán ez nekem nem volt elég, tehát hogy nem éreztem úgy, hogy akkor ez engem kielégítene, hogy akkor egy arc vagyok és fotózgatnak, nyilván a modellkedés egy tök jó szakma, de hogy én egy kicsit többet szerettem volna elérni az életemben, és ekkor fordultam a média felé. A suliban elég hamar kiderült a Vörös Martiban a drámatagozaton, hogy a színészet az nem nekem való. Miért? Hát egyrészt éreztették is a tanárok, tehát hogy voltak kiemelt diákok, akiknek adtak főszerepeket, meg kiemelt szerepeket, és akkor voltak a többiek, akik mondjuk mellékszerepeket játszottak állandóan, és én nem voltam a kiemelt diákok között. Mert nem tartottak elég tehetségesnek?
Hát lehet, hogy ez volt az oka, vagy pedig az volt az oka, hogy én nem tudtam feloldódni még ott az iskolában, mert pontosan azért, mert nem volt benne gyakorlatom, meg én mondom, én kövér kisgyerekként azért nem voltam a társaság középpontja, sőt, igyekeztem elkerülni azokat, akik engem piszkáltak a kövérségem miatt például, mert volt erre is példa. Szóval, hogy ezek így összeadódtak. Meg az is lehet egyébként, ami a mai világ, tehát a felnőtt fejjel is látom, hogy vannak azért a döntéshozóknak a fejében dobozok, és akkor szeretik az embereket belepakolni azokba a dobozokba. És azokból átugrani egy másikba, az már nagyon nehéz. Tehát igazán a tanárok szerintem ez volt, hogy akkor látták, hogy ez tök jó, az kevésbé, vagy az nem arra jó, vagy éppen az nem úgy csinálja, és nem is nagyon fektettek abban energiát, hogy megmutassa, hogy megpróbálják azt előtérbe hozni, vagy abból kihozni a számára legideálisabb karaktert, szerepet, vagy a tehetségét kimunkálni, akivel mondjuk nehezebb dolguk lett volna. Ez bánat, hogy nem lett színész? Nem bánom, mert egyébként maga a színház világa sem áll hozzám túlságosan közel, erre is ott kellett rádöbbennem. Tehát az, hogy egy színdarabot estéről estére újra és újra eljátszani, az nyilván egy nagyon szép dolog, szép elfoglaltság, a szerep időközben is alakul, növekszik, érik, de hogy ez nekem egy kicsit monoton. Tehát én sokkal inkább az újdonságokat keresem az életemben. Olyan utakat szeretek járni, amiket még mások talán nem jártak, vagy pedig csak kevesen jártak. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy macsatéval a kezemben haladok előre a bozótól, és aztán aki akar azért utána. Ugye beszéltünk a modellkedésről is, az, hogy ugye a közösségi oldalaidon te rendszeresen fotózott saját magadat, vagy mások is fotóznak. De jó lenne, hogy tudnám magamat fotózni, mert jó. Akkor nem kéne költenem fotósra. Jó lenne. Van, amikor magadat fotózod, de igen, tehát, hogy készülnek rólad fotók. Ez így a maradványa a modellkedésnek, hogy ennyit még így szerettél volna megtartani? Nem. Hát a közösségi média az igényli a fotókat, és én meg igénylem azt, hogy az Instagram feedem, vagy a Facebook oldalam mondjuk, hogy prémium minőségű legyen képanyagban. Tehát, hogy ez nekem fontos, hogy amit én kirakok, az igényes legyen, és ne egy telefonnal rossz fényben elkattintott kép legyen. Tehát erre én figyelek, meg ez nekem tényleg fontos. Úgyhogy ezért egyébként nem kevés pénzt költök arra, hogy ilyen képanyag legyen az oldalaimon, meg ilyen videóanyag legyen az oldalaimon, de például a podcastemnél is, tehát az is a videós része, az gyakorlatilag egy tévé minőségben forgatjuk le ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy ez nekem fontos. Nincs ellenemre az sem, hogy megmutassam magamat, tehát, hogy nekem ez nem okoz problémát, nem vagyok egy befelé forduló típus, annak ellenére, hogy nem vagyok egy nagyon kifelé magamutogató típus sem. Tehát, hogyha mondjuk itt nem összegyűlnénk 20-an, akkor nem én lennék az, aki a kör közepére beáll és elkezdi a többieket szórakoztatni. Nekem idő kell arra, hogy feloldódjak bizonyos szituációkban, és ott meg tudjam magam mutatni. Ebből egyébként sok problémám van, mert hogyha mondjuk valamilyen megmérettetés van, akár egy műsor castingja, most mondok valamit, akkor is ott azt várják, hogy abban a pillanatban, amikor te beesel és helyzet van, akkor tud hozni a legjobb formádat. És erre én nem vagyok beidomítva, tehát hogy én nem vagyok ilyen típus, hanem ott felmérem a terepet, nézem az embereket, hogy milyenek, próbálom a viselkedésüket felmérni, nézni, hogy akkor ők hogyan viszonyulnak hozzám, és ebből kikalkulálva hozok egy olyan figurát, ami viszont már szórakoztató a többieknek. Tehát, hogy sokszor van az, hogy mondjuk tévés berkekben akkor jönnek rá, hogy én tulajdonképpen nem vagyok rossz fej, vagy egy jó fej vagyok, meg vicces vagyok, amikor már nem tudom, bulisztunk kétszer-háromszor együtt, és ismerem az embereket. Ugye gyakorlatilag a pályád elejé, tehát amióta íróként berobbantál a köztudatba, ugye ez állították veled párhuzamba, és ezt meg is kapod néhány szakritikaként, hogy a tested, de most ezt idézőjelben mondom, adod el a könyveidet, soha nem gondolkodtál azon, hogy mennyiben befolyásolja az imidzsedet az, és mondjuk például a későbbiekben, nem most, hanem mondjuk majd 20 év múlva, hogy akkor mennyire tudsz majd komoly író lenni? Nem akarok komoly író lenni, szóval nincs ilyen tervem, hogy én szép irodalmat írjak őszintén, szóval nem akarok szerepelni a tankönyvekben, tehát nincs ilyen fajta törekvésem. Tehát egy ilyen szórakoztató regényeket írok, az arról szól, hogy az ember elolvassa, kikapcsolódik vele, a karakterekkel együtt izgul, olyan szituációkba csöppen, ami mondjuk izgalmas, vérfagyasztó, vagy éppen romantikus, és utána éri tovább az életét. Tehát én nem akarok a regényeimmel oktatni, vagy képezni, vagy nem tudom, tágítani a fejeket, tehát nincs ilyen fajta pedagógiai szándékom, mint sok szép írónak.
én próbálok szórakoztatni, és ez valószínűleg működik is, mert szeretik a regényeket. Ez most ilyen, nem tudom, tehát hogy szerénység nélkül tudom állítani, hogy szeretik a regényeket. Hát ezt mutatják az eladási számok is. Nem igen, csak jobban szeretem, hogyha az eladás mutatja meg, mint hogy én mondom. Tehát én nem szeretek dicsekedni, vagy nem szeretek így kinyilatkoztatni magamról olyat, ami mondjuk, nem tudom, unszimpatikus lehet. Tehát igyekszem azért így vigyázni arra, hogy ne legyek egy dicsekvő típus, vagy pedig egy ilyen hajnározó típus az életemben. De a kérdésedre válaszolva, mert látom, hogy szeretném már rögtön közbekérdezni. Még válaszolok arra a kérdésre, hogy a testtel, meg a vetkőzéssel kapcsolatban mennyire már gondoltál. Igen. Szóval én, ahogy mondtam már, dagadt kisgyerek voltam, és a dagadt szót én használtam, mert az voltam. És az, hogy nekem valaha kockarsam legyen, az egy ilyen elképzelhetetlen volt gyerekkoromban. Tehát, hogy azt, hogy én ebben munkát fektettem, és hónapokig edzettem, diétáztam, készültem arra, hogy akkor kihozzam magamból a maximumot, úgy voltam vele, hogy ezt miért ne lehetne megörökíteni. Tehát, hogy amit mondtam neked pont, hogy néha túlságosan szerényen viselkedem, meg szerény vagyok a különböző platformokon, és ebben most nem voltam az. Szerintem inkább ez itt a megkönnyítő sok követőnek, hogy azt, hogy én levetkőztem, az valójában egy dicsekvés volt azzal, hogy én ezt el tudtam élni. De közben viszont segítő szándékkal is tettem, tehát hogy sok ember küzd a kilóival, sok ember küzd az akarat elejével, nem tudják végigcsinálni az edzés programot, nem tudják végigcsinálni a diétát, és megmutattam, hogy de ezt végig lehet csinálni. Tehát, hogyha valakinek van hozzá akarat ereje, akkor ez meg tudja valósítani. Kapsz sok rajongói levelet azzal kapcsolatban, hogy de jól nézel ki, és ismerkedjünk meg? Egyébként ma már nem annyira, tehát régebben sokkal több jött, meg jöttek mesztelen képek is, de hogy ma már nem annyira, tehát hogy én azt kommunikálom is magamról, hogy én nem keresek párkapcsolatot, tehát hogy én most nem élek párkapcsolatban, viszont nem próbálkozom azzal, hogy mindenképpen találják magam mellé valakit. Ez egy fontos szempont az én életemben, hogy csak azért ne legyen párkapcsolatom, mert hogy éppen egyedül vagyok. Tehát azt keresem, akivel tényleg megvan a kémia, és megvan az ősrobbanás az életem mellett, ez idealisztikus hozzáállás, de nem akarok egy nincs ló jó a szamáris kapcsolatban élni, őszintén szólva. És volt egy vitám pont a minap arról, hogy akik ezt megteszik, és így érzik a biztonságot, az jó-e vagy nem, mert szerintem nem. Tehát, hogy beérni valamivel, hogyha az ember egyébként találhat olyat is, aki neki tetszőbb, kedvezőbb, jobb, akkor ez szerintem egy hiba. Tehát szerintem az nem bizalom, meg nem mit mondtam az előbb, milyen szót használtam, csak belelóváltam magamat. Nem biztonság, hanem szerintem az egy vadarság valójában. Nem keresel, vagy görcsösen nem keresel, nem mindegy. Hát nyitott vagyok, de hogy nincs az, hogy akkor én most nem tudom, mindenképpen randizom kell a héten háromszor, hogy akkor megtaláljam az igazit. Nem úgy vagyok vele, hogyha belefutok, szembe jön, akkor nyitott vagyok rá. Tehát, hogy vagyok fent társkeresőn is, de hogy nem, nincs az, hogy akkor nekem most mindenképpen ki kell pipálnom heti három randit, mert akkor érzem magamat, nem tudom, jól, és akkor érzem azt, hogy mindent megtettem azért, hogy legyen párkapcsolatom. Mert ha jön, akkor jön. Nyáron volt, vége lett, nincs most igényem arra, hogy mindenképpen jöjjön valaki új. És nehezebb ismert emberként ismerkedni? Hát meg, hogyha társkeresőn ismerkedem, akkor valamikor nem hiszik el, hogy én vagyok, hogyha küldök képet. Tehát, hogy van ilyen része a dolognak. De meg hát nyilván van egy félelem is azzal kapcsolatban, hogy mivel jár az, hogyha egy ismertebb emberrel lép valaki kapcsolatba, ki akarja tenni az életét a kirakatban, meg hasonlók. De igazániból nem szoktam olyannal nagyon ismerkedni, aki mondjuk fanatikusabb a kelleténél. Tehát, hogy olyannal szoktam, aki nagy íbe leteszi, vagy nagy íbe tesz arra, hogy én valójában mivel foglalkozom. Az a nehezebb inkább szerintem ebben a történetben, tehát nem az a nehéz, hogy akkor most miért ismerkedik velem valaki, mert mondjuk akar a Rivalda fényből, vagy akar az ismertségből, hanem az a nehezebb kérdés, hogy találjon az ember olyan párt magának, akinek a bioritmusa hasonló az övével. Én ugye, hogyha mondjuk írok, akkor én éjjel írok. Tehát, hogy nekem az éjszaka az a nyugalmi időszak, amikor bele tudok a könyvbe mindenféle agyalélekkel szállni. Napközben pedig viszonylag későig alszom, hogyha felkelek, akkor intézem a dolgaimat, és nem nagyon van olyan időintervallum, meg akkor este meg lefekszem egyen aludni, hogy akkor éjjel tudjak írni. Nem nagyon van olyan időintervallum, amikor mondjuk egy civil munkát végző emberrel én tudnék időt tölteni, meg együtt lenni.
Elégedett vagy a mostani könyveddel, ugye nem sok kihagyás után született meg, és egyébként azt hallottam, vagy olvastam rólad, hogy volt egy előző könyved is, amit elkezdtél írni, és aztán azt mondtad, hogy ezt nem szeretnéd. Hol olvastad ezt? Nem szeretném, hanem inkább ezt előrébb vettem a fejemben. Van egy sorozat tervem, ami nem is trilógia, hanem több részből áll, és egy teljesen új koncepcióm alapszik. Azt elkezdtem írni, jutottam is vele viszonylag sokáig, de inkább visszanyúltam ehhez a regényhez, mert úgy éreztem, hogy ez most a mostani életemhez jobban passzoló történet. Elégedett vagyok vele, szeretem is a történetet, szeretem mind a kettő karaktert, elég vadak ezek a karakterek, tehát hogy a minden női, mind a férfi szereplő elég nagy traumákkal mentek át az életükben, mind a kettőjüknek van hova fejlődni és van hova szeridülni ahhoz, hogy az életük az normális kerékvágásba tudjon tovább haladni. Nehéz velük egyébként együtt dolgozni, mert nagyon sarkosak és nagyon élesen megvannak a saját határaik, amiket aztán nekem is figyelembe kell venni, hogy ne csináljanak olyat, ami mondjuk hozzájuk az ő karakterükhöz nem passzoló tevékenység. Ez egyébként szerintem íróként a legnehezebb egy történet megírásánál, hogy a karakterekhez hű tud maradni. Tehát, hogy nem az történjen, hogy akkor kitaláltál egy karaktert, és a sztori viszont arra felé megy, és olyan válaszokat kényszerít ki a karakterből, ami abszolút nem passzol az ő személyiségéhez. Nyilván lehet ezt így irányítani, de akkor a karaktert is úgy kell kicsit módosítani, hogy ezeket a dolgokat, ezeket mind megtegye. Mondok valamit, hogyha van egy szűz lány karakter, aki egyébként nem tudom, várja meg szerelmet az életébe, akkor nem lehet úgy csak úgy belesodorni egy éjszakás kalandba. Most mondtam egy példát, tehát hogy ott valamit kell vele lelkileg, mentálisan variálni az írónak, hogy ezt a lépést ezt megtegye. Egy kicsit úgy hangzik, mintha te ilyen külső szemlélője lennél egy sztorinak, amit csak lejegyzel. Tehát ez így működik az írás közben, hogy egyszer csak így elindul a történet, te megszaladsz utána, mi történik, és időnként meghúzod a gyeplőt, hogy ne abban az irányban. Na most ez körülbelül így hangzik. Nem, ez úgy történik, hogy megvannak a karakterek a fejemben, akikkel szeretnék együtt élni abban az időszakban, ameddig írom a regényt. Van egy kiinduló pontom, és van egy végpontom. De az, hogy mi történik a kiinduló és a végpont között, azt nem találom ki előre soha. Tehát nincsenek vázlatai, megjegyzeteim a regénnyel kapcsolatban, mert egyszerűen megunnám. Engem nem az írás, meg annak a szépsége érdekel, nem a szöveg szépsége érdekel, hanem az érdekel, hogy írás közben a különböző összeálló szálak, az újonnan induló szálak, azok az agyamat lángban tartsák. Tehát, hogy azt érezzem, hogy hú, most ez tökre összejött, hú, ez most nagyon jó ötlet. És hogyha ezt előre megtervezném, akkor ez a faktor ez kimaradna az írási folyamatból. És az nem lenne jó, mert akkor tényleg unnám a munkát. Az alkotást. Mi lesz ezzel a könyvvel, amit félbehagytál? Lesz majd, csak ugye ez a könyv ez egy trilógia első része, a Tönkreteszlek. Ennek majd még lesz kettő része legalább, mert egyébként nem tudom, hogy hogyan fogom tudni belesűríteni ebbe a plusz kettő kötetbe azt a rengeteg ötletet, ami jött az első kötetnek az írása közben. Illetve itt időközben lesz majd egy másik kötet, ez egyébként nem fogja előzni a Tönkreteszlek második részét. Ez egy riportkönyv lesz, egy olyan személlyel, aki már volt a podcastemben vendég, és van az életének még egy olyan része, amiről nem beszélgettünk, és azt gondolom, hogy érdekelné majd az embereket, úgyhogy most ezen dolgozom, ezen ügyködöm majd az év végén. Leinterjúztok már a beszélgetéseket, most vagyok abban a fázisban, hogy időt kéne arra szakítanom, hogy akkor az interjúkat összerendezzem, és lássam, hogy mi hiányzik belőle, de hogy izgalmas lesz, nagyon kis szaftos történet. Ez azt is jelenti, hogy kicsit más irányba indultál elíróként? De alapvetően egyébként a riportkötetekben gondolkodtam a legelején, tehát hogy én akartam lenni a fiatal havas Henrik. Abban az időben a Henrik nagyon sok olyan könyvet, riportkönyvet írt, ami a szexiparról szólt, a prostitúcióról szólt, és hasonló kis szaftos témákról, és az úgy fiatal fiúként tetszett, hogy ő ilyenekkel foglalkozik, meg hogy ilyen típus emberekkel találkozik, és e felé akartam indulni én is az írás szempontjából, ráadásul ugye én újságíróként is dolgoztam még a fiatal koromban, és ez így összerímelt volna egymással,
Csak aztán elkalandoztam a regényírás felé, és ott is maradtam abban a csodás kapcsolatban a regényírással. Úgyhogy most valójában visszatérek a kezdetekhez ezzel a kötettel, és azt valósítom meg azt az álmot, amit akkor éltem. De ez nem áll egyébként messze tőlem, mert vannak olyan e-könyvben megjelent történeteim, amit olvasók sztoriai alapján írtam meg. Tehát leinterjúztam olvasókkal az ő történetüket, és azt egyeszem első személyben elmesélve megírtam egy történetben minimális fikcióval, tehát hogy tényleg minimális benne a fikció, mind a kettő igaz történet. Az egyik egy bántalmazó apáról szól, aki egészen kicsik kora óta a lányát használta a saját perverz vágyának a kielégítésére, a másik pedig egy tinédzserkori történettrauma, amit a lány elmesélt, és így tudott feldolgozni, hogy nekem ezt, hogy velem ezt megosztotta. Azért ezekhez kell egy éles profilváltás is részedről. Szerintem egyébként nem. Miért gondolod ezt? Valószínűleg azért, mert ahogy most megjelensz a nagy közönség előtt, az nem feltétlenül egyeztethető össze egy ennyire sarkosan más stílussal. Te is katujázol, az a helyzet. Tehát így pont ebből akarok kiszakadni, vagy hát pont ez az egyik lényeg az én jelenlétemnek, hogy lehet, hogy gondolnak az emberek valamit, de azon kívül, tehát hogy van egy ember, gondol róla mondjuk a környezete valamit, de azon kívül másra is képes lehet. És azért, mert hogy egyébként valamilyennek vélik, és valamilyennek látják, nem kell megmaradni abban a kis katujában, amivel beleszorítják. Miért ne próbált neki magát más területen is? Mert az a rengeteg követőd és rajongód azért szeret, aki most vagy, és amit csinálsz. De ez nem. Tehát, hogy most ennyi erővel akkor azt is nézhetjük, hogy nagyon sok követőm az írásai miatt szeret, akkor nem néznénk a podcast epizódokat, hiszen az írástól veszi el az energiát, meg az időt, és azt is nézik. Tehát, hogy szerintem ez nem ilyen kőbevésett szabály, kőbevésett dolog. Úgy kezdtük a beszélgetés elejét, hogy 2 év azért maradt ki, mert nagyon bizonytalan voltál magadban. Most úgy érzem, hogy ez teljes mértékben elmúlt, mert most nagyon nagy magabiztossággal vársz fel a jövőbe. Más szinten voltam magammal bizonytalan, tehát abban voltam bizonytalan, de a bizonytalanság az mindig egyiket jelen van velem kapcsolatban. Tehát azt, hogy mi beszélgetünk egymással, és mesélek a terveimről, meg a vágyaimról, meg azokról, amiket én meg tudok valósítani, az egy dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ez működik is majd. Csak azt mondom, hogy én abban reménykedem, hogy ez működőképes lesz. A podcastot úgy kezdtem el forgatni, hogy az egyik téli műsorban, ahol egyébként erről szó volt még a legelején, akkor azt mondtam, hogy örülni fogok, hogy csak anyukám nézi. És van egy epizód, amit megnézett 1.200.000 ember. Tehát, hogy ez így kinövi magát, és csak reménykedek abban, hogy jó úton járok a különböző ötleteimmel. Ennek ellenére voltak kudarcok az életemben, amik nem jöttek össze. És az egyik nagy nem tudom, felszabadító felismerés az volt az életemben, hogy a kudarcokat nem kell az embernek tagadnia, hanem azzal is szembe kell néznie, és el kell fogadnia, hogy nem mindig tud tökéleteset alkotni, nem mindig tud tökéletesen viselkedni, nem mindig lehet minden sikeres, amit éppen kitalál. Ez nekem feladat volt, hogy ezt elfogadjam. Ugye, amit én csinálok, az néha tud rosszul is elsülni. Ha 20 év múlva beszélgetnénk, milyen könyvek bemutatója kapcsán beszélgetnénk? Nem szeretek ennyire előre tervezni, meg előre vizionálni dolgokat. Nagyon sok tervem van, egyébként lehet, hogy nem is az írással, hanem a könyvkiadással fogok foglalkozni akkor már, vagy pedig nem tudom én, nem fogok évente könyvet írni, hanem 5 évente, vagy 10 évente, most mondtam valamit, vagy pedig lehet, hogy tévére fogok írni sorozatokat, forgatókönyveket, lehet, hogy sikerül külföld felé nyitni, ez az nagy álom, amit már nagyon régóta dédelgetek. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami engem érdekel. De lehet, hogy egyébként az internetre fog gyártani videós tartalmakat, és nem tudom, én leszek az első, aki csinál egy internetes tévét, ami tévi minőségben gyárt tartalmakat, de netes formában. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami érdekel, és nagyon sok olyan terület van, amit kipróbálnám magamat, meglátjuk, hogy merre fog vinni az út. 5 évre se látok előre, vagy 20-ra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és bárhogy is lesz, remélem, hogy 20 év múlva is fogunk beszélgetni. Én köszönöm a meghívást. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben, azonnal.